Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban két korábban rögzített stúdióbeszélgetést láthatnak. Elsőként Hályas Barnabás beszélgetését tekinthetik meg dr. Fülöp Tamással, a Neumann János Egyetem rektorával. Főként arról lesz majd szó, hogy hogyan válhatnak jövedelmezővé a hallgatók jövője szempontjából az egyetemen működő, fejlődő tudományos műhelyek. Szabó Antalt, a Polifarbe vegyipari Kft. Ügyvezetőjét tegnap fogadtuk stúdiónkban. A bócsai festékgyártó vállalat sikeres évet tudhat maga mögött. Az okokról, valamint a cég vezetésének jövőképéről, fejlesztési irányairól is szó lesz majd. Tartsanak velünk! Ha a jövőnk tervezéséről van szó, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mit választ, főleg gyermeke számára. Nem mindegy, hogy hol tanulunk, mit csinálunk, és ez hogyan határozza meg a későbbiekben az életünket. Ha arra gondolunk, hogy Kecskeméten egyre komolyabb terepe van ennek a fajta tervezésnek is, a Neumann János Egyetem segítségével, akkor azt gondolom, hogy igazat mondok. És dr. Fülöp Tamás rektort fogadjuk ma itt a stúdiónkba, akit köszöntök. Ha a jövőbe nézünk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok mindent láthatunk, de igazándiból a gyerekek szempontjából és szülők szempontjából is az első, ami fel szokott merülni egy szülő fejében, hogy mi van a kreativitással, mi van azzal a tudással, ami ott van egy gyerekbe, és egy picit most erről fogunk beszélgetni, hiszen egy egészen komoly megállapodás született a mai napon méghozzá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Kezdjük ezzel a mai témánkat. Mi ez a megállapodás? Miről szól? Ez a megállapodás egy stratégiai együttműködés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Neumann János Egyetem között, mégpedig azzal a céllal, hogy az itt keletkező értékeket, az itt keletkező kreativitást, innovációt igyekezzünk megfelelő támogatásban részesíteni. Ez mindig ilyen nagyon-nagyon hivatalosnak tűnik, a kreativitás, innováció, itt tartjuk, de szerintem nagyon egyszerűen kézzel fogható dolog. Jól fogalmazok, hogy arról van szó, hogy amit egy gyerek kitalál, azt megvédi az egyetem? Tulajdonképpen igen. Arról van szó, hogy sokféle kutatás zajlik az egyetemen, hallgatók bevonásával, oktatók közreműködésével, különböző járműépítő csapatok dolgoznak nálunk, hallgatók vezetésével, irányításával. Tehát rengeteg olyan érték keletkezik a munkánk során, de gondolhatunk itt akár egy módszertanra, egy tananyagra, egy jegyzetre, egy különböző elektronikus vagy online tananyagra, ami egy nagyon komoly értéket képvisel, és ezeket szeretnénk megfelelő módon védelemben is biztosítani. Miért kell megvédeni, illetve kitől kell megvédeni ezeket? Ja, tulajdonképpen ezek az értékek egy-egy egyénnek vagy egy kisebb kutatói közösségnek az eredményei. Azt, hogy ez milyen értéket fog a későbbiekben képviselni, azt a piac, illetve a társadalom fogja a későbbiekben beárazni, úgymond, és nyilván nekünk pedig az a feladatunk, hogy rögtön az elején meglássuk azt, hogy miből lehet a későbbiekben ilyen típusú komoly érték, akár nemzetközi piacon is megjelenő érték, és ehhez a megfelelő jogi, illetve szakmai támogatást igyekszünk megadni. Itt a mai napon egészen extrém számok hangzottak el egyébként Pomázi Gyulától, aki a Szellemi Tulajdon a Nemzeti Hivatalának az elnöke, aki azt mondta, hogy egyetemenként ma 100-200 olyan innováció, találmány, gondolat, vagy bármi egyéb dolog van, amit évente le lehetne védetni. Ehhez képest 2019-es adatot mondott, de 415 darab szabadalmat adtak be országosan, és ebből a 10-es nagyságrend volt az egyetemeké összországra nézve. Tényleg ennyire nem féltünk eddig, vagy nem gondoltunk erre? Azt gondolom, nem elég tudatosan viszonyultunk ezekhez a dolgokhoz. Felsőoktatási intézmények környezetében, és igaz ez a Kecskeméti Neumann János Egyetemre is, egy nagyon komoly kutatásfejlesztési innovációs ökoszisztéma tud kialakulni a vállalati kapcsolatokkal, partnerekkel, együttműködőkkel. Itt nyilván olyan értékek keletkeznek a munkánk során, amelyek érdemesek lehetnek arra, hogy ebből akár védelmet, akár szabadalmat létesítsünk. Természetesen, ha nem elég tudatos egy intézmény ennek a gondozásában, akkor könnyen előfordulhat az, hogy ezek elkallódnak, vagy esetleg mások hasznosítják. Hát ilyenkor mindig felmerül azért az emberbe a kérdés, hogy ki keres majd a végén ezzel pénzt, kinek lesz ez jó, úgymond. Mindenképpen szeretnénk személyhez kötni és egyénhez kötni, tehát aki ennek valamilyen kifejlesztője, feltalálója lesz, ő az érdem középpontjában maradt természetesen. Tehát a gyerek, aki mondjuk megalkot egy új habalom,
alumíniumot, ami a tankok aljára is odaillesztett, láttam ilyen példákat is. Igen. Ma, ami egyébként egészen elképesztő, akkor ő a későbbiekben a szabadalom egyik fajta tulajdonosa lesz tulajdonképpen? Így van, és ezt nagyon sokféle módon lehet konkrét apró pénzre váltani, hiszen például ott vannak a járműépítő csapataink, nagyon komoly innovációs díjat nyertek azzal az alumínium hub vázzal, amivel ők a versenymotort összeállították. Ez későbbiekben továbbfejleszthető, ahogy említette szerkesztő úr is, akár például biztonságtechnikai célokra, vagy tűzvédelmi célokra is, de lehet egy sor olyan dolgot említeni a nanokompozitoktól kezdve a lézer technológián keresztül, amelyek mind-mind apró, de nagyon fontos gyakorlati hozzáadott értéket jelentenek a kutatásfejlesztésben, vagy a vállalatoknak a működésében. Ha már itt járunk egyébként és a csapatoknál, akkor jól tudom, az egyikőjük pont most készül is ugye, bemutatásra. És ez önmagában is egy nagyon komoly szellemi teljesítmény, és egy nagyon komoly gyakorlati eredmény. Jövő héten fogja majd bemutatni a Supermoto fejlesztését a járműépítő csapatok egyike, a Kenji járműépítő csapat, akik egyébként a design vonatkozásában, a MOME-val, ugye a Moholy Nagyművészeti Egyetem design csapatával dolgoztak együtt, és a járműépítésben egy nagyon komoly nemzetközi eredményt értek el. Készülnek a következő versenyre, Spanyolországban lesz idén a verseny, és most fogják bemutatni ezt az elektromos hajtású versenymotort. Szóval azért elmondhatjuk, hogy egyetemista kutatónak lenni nem csak jó buli, hanem akkor most már jövedelmező is lesz. Bízom benne, hogy így lesz. A közvetlen haszon természetesen ott van, hogy rengeteg gyakorlati tudást szereznek ezek a hallgatók, nagyon sok tapasztalatot szereznek az együttműködésben, a verseny körülményekben, és hát nyilván ők maguk is építkeznek közben, nem csak a jármű. Azt hallottam, hogy azért az egyetemek versenyébe is elég komolyan beszállt a Nagyon János Egyetem, sőt egy egész erős partnere is talált, méghozzá az EAT-re. Mit érdemes tudunk tényleg csak néhány mondatban a e héten született megállapodásról? Így van, egészen pontosan az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetével kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Ennek a célja a kecskeméti gazdaságtudományi képzéseknek a fejlesztése, a minőségbiztosítása. Nyilván ez egy felfutóban lévő képzés, most már közel 600 hallgatója van az egyetemi karunknak, ez egy nagyon komoly sikertörténet országos szinten is, és valóban sikerült elhelyezni a magyar felsőoktatás térképén a kecskeméti gazdaságtudományi képzést. Ennek a humánerőforrás hátterét igyekszik biztosítani majd ez az együttműködés. És ha már a humán oldalt említettük, akkor azért egy picit beszéljünk arról is, hogy hosszú utat járt be az egyetem, és úgy tűnik, hogy ez az út legalábbis mozgás közben még hosszabb, valami 80 ezer kilométert hallottam a héten, hogy ennyire hosszúra nyúlik az, amit a diákok letettek az asztalra. Ez már egy sportteljesítmény, de egy kicsit beszéljünk erről az oldalról, hogy fontos a mozgás. Így van, nagyon jó volt az átvezetés, amivel szerkesztő úr ezt megfogalmazta. Én azt gondolom, hogy egy felsőoktatási intézménynek olyan típusú feladata és küldetése is van az értelmiség képzés keretében, hogy a mozgás szeretetét, az egészséges életmódot is igyekezzen propagálni és terjeszteni. Egy sportkihívást szerveztünk a hallgatóink és az oktatók munkatársak körében, és ez a teljesítmény, ez a 80 ezer kilométer, amely tulajdonképpen a bolygón kerülete kétszer, az, amit megtettek a hallgatók kerékpározva, futva vagy túrázva, ez egy nagyon komoly teljesítmény, és egy nagyon komoly közösségteremtő erő is egyben. Na, hát a gazdasági tudományokat biztosan kiszámolja majd, hogy egyébként ezzel mekkora hasznot lehetett volna ennyi energiával hajtani. Én viszont azt mondom, hogy itt nagyon sok kar van, nagyon sok innováció, nagyon sok történés mostanában az egyetem kapcsán. Hogy érzik, milyen a jelentkezés, mennyire elismert az egyetem, mennyire ismerik a diákok, és mernek jelentkezni, ugye most jönnek a pótfelvételik is. Így van. Az előző évhez képest egy 15%-kal nőtt a jelentkezések száma, ez egy nagyon fontos visszajelzés. Készülnek azok az új ösztöndíj konstrukciók, amelyekkel majd igyekszünk segíteni a beilleszkedését, illetve a tanulmányoknak a költségeit igyekszünk támogatni a hallgatók, az ideérkezők számára. Most a határidő az július 22, a ponthúzás időpontja. Mi is részt veszünk majd a kecskeméti ponthúzó rendezvényen, és utána pedig következik majd a pótfelvételi időszaka. Aki esetleg nem nyert felvételt, vagy nem jelentkezett korábban, azok számára nyílik meg ez a lehetőség. Tehát még a kampány tart, szinte folyamatosan kampányban van az intézmény, szeretnénk arról meggyőzni a középiskolásokat, hogy a legjobb választás az a Kecskeméti Egyetem. Ehhez pedig néhány képet mutattunk is a beszélgetés alatt. Én köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba, és hát biztos vagyok benne, hogy a következő hetekben fogunk még találkozni. Köszönöm szépen. Vendégünk Szabó Antal, a Poliferbe vegyipari Kft. Ügyvezetője. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket.
Ugye 2019-ben léptek együttműködésre a lengyel Snyeska csoporttal. Miért döntöttek úgy annak idején, hogy közösen folytatják az építkezést? Nézd, ez egy nagyon hosszú történet. A 2019. január 12-i szerződés aláírás előtt mintegy 3,5 éven keresztül tárgyaltuk azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek alapján egy 30 éve működő vállalatnak a tulajdonosai el tudják dönteni, hogy egy másik 35-40 éve ugyanabban a szektorban működő, Közép-Kelet-Európában prosperáló vállalattal összekötik-e a jövőjüket. Akkor a Polifarbének a tulajdonosai, illetve a tulajdonosokat alkotó család az úgy döntött, hogy azok a Snyeska Gruppal kiaknázható szinergiák pozitív hatást gyakorolnak mind a Polifarbéra, mint szervezetre, mind pedig a Polifarbéban dolgozó embereknek a jövőjére, sőt, még azt is mérlegeltük, hogy a magyar nemzetgazdaságra milyen hatást gyakorol ez. És mindezeknek a vizsgálata során arra a következtetésre jutottunk, hogy az előbb említett minden réteg, minden szektor és minden eleme pozitívan profitálhat ebből a tranzakcióból, ezért ezt az akvizíciós megállapodást aláírtuk, megkötöttük. Hogyan értékeli ezt az együttműködést így 2 év távlatából? Az elmúlt 2 év többek között nem csak arról szólt, hogy a korábban megtervezett, föltárt szinergiákat és pénzügyi, gazdasági előnyöket ki tudjuk aknázni, hanem arról is szólt, hogy a néhány esetben 30 évvel megkövesedett szokásokat átalakítsuk és megváltoztassuk. Következésképpen én úgy értékelem az előző 2 esztendőt, hogy rendkívül pozitívan befolyásolt a vállalatnak a működését, és rendkívül pozitívan befolyásolta a vállalatnak a jövőképét. Azok a szinergiák, mind az alapanyagbeszerzéstől kedve, mind az R&D-n keresztül a kutatásfejlesztési tevékenység Snyeska Gruppa való integrálásán keresztül, a logisztika átszervezésén, a kereskedelmi és marketing aktivitásunknak az újragombolásán át rengeteg feladat. Szinte nincs a Polifarbénél olyan osztály és csoport, ahol ne zajlott volna le ez az integrációs folyamat. De ennek a folyamatnak a végén mindenki elkönyvelhette azt, hogy egy előremutató és távlok mind a munkavállalóknak, mind a cégnek, mind pedig a végfelhasználóknak, mestereknek távlatokat mutató perspektívát tudtunk kialakítani. Múlt idézéssel kezdődött az a sajtótájékoztató, amelyet ma tartottak az online térben, közösen a Snyeska csoporttal. Ugye az elhangzott ott is, hogy sokat segített az együttműködésben az, hogy mindkettő vállalat egy családi vállalkozásként kezdte. A legszimpatikusabb ajánlatot nem pénzügyi szempontból, hanem emberi oldalról a lengyel Snyeska csoport nyújtotta. És pontosan azért, mert ők is a maguk rendszerváltása után döntött úgy 3 családnak a feje, hogy elkezdenek festéket gyártani. Ugyanez történt Magyarországon a Polifarbe alapító családjában, és ők 90-ben, 89 őszén, 90 januárjától kezdtek el festéket gyártani, ugyanúgy a semmiből, szinte 0 tőkével, 0 szakmai ismerettel, és amikor ezek a történelmi tapasztalatokból szerzett következmények találkoznak egymással, akkor mint a hullámhoz tudják egymást erősíteni. Én így értékelem a Polifarbe és a Snyeska Group találkozását, hogy nem csak a gazdasági, üzleti előnyök miatt, hanem a kollégákhoz, az emberekhez, a munkavállalókhoz fűződő
gondolkodásmódunkban is azonos hullámhosszon voltunk, és ez egy nagyon fontos meghatározója és nyomatéka volt annak a pozitív döntésnek, amit az akvizíció eldöntése előtt mérlegelni tudtunk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen trendeket figyeltek meg a pandémia alatt. Hát nézze, volt egy döbbenetes trend, amikor emberek, családok, komplett csoportok kerülnek karanténba, az egy olyan trend, ami fölmérhetetlen. Ugye az első pillanatban az ember kétségbe esik. Ugye minden embernek a sajátja az, hogy a pillanatnyi információk alapján megijed. A változások és a nem szokványos az mindig próbák elé állítja az embert. És én azt tapasztaltam, hogy nem csak az egészségügyi papírban, nem csak a mosószerben, az élelmiszerekben történt egy rendkívüli fölhalmozás, hanem bizony nagyon sok mesterember és nagyon sok családfő és család úgy döntött, hogy már ha ő eldöntötte korábban, hogy ő 2020 nyarán ki fogja festeni és fel fogja újítani a lakását, ő akkor is fel fogja újítani, ha bezárják a festékboltokat. És ilyen szempontból a tavasszal egy hihetetlen boom következett be, tehát egy fölvásárlási láz, amely bizonyos termékkörökben akár több száz százalékos forgalomnövekedést is produkált átmenetileg. Ugye el tudják képzelni, hogy amikor egy vállalatnak a termelés tervezése maximum 20% növekedéssel számol, és ahhoz rendel alapanyagokat, és rendel hozzá kapacitásokat, akkor mit tud tenni egy szervezet, amikor hirtelen megduplázódik, meg háromszorozódik a rendelésállomány, rengeteg feszültséget okozott. Hála legyen a Polyfiber ezt nagyon jól kezelte, és a későbbiekben, tehát a pandémia és a karantén időszak későbbi fázisában ezek a körülmények nagyon szépen kilettek egyensúlyozva. Tehát volt egy rendkívüli állapot, és emellett még elmondanám azt, hogy mivel az emberek nem tudtak kalkulálni azzal, hogy megtakarított javaikat nyaralásra, kirándulásra, szórakozásra költsék el, mert nem volt lehetőségük rá, ezért a megtakarításuk egy részét felújításokra fordították, aminek többek között a különböző festékgyárak benne a Polyfiberben is haszonélvezője volt. És talán még egy, ami pszichológiailag visszavezethető, hogy egy ilyen nehezen feldolgozható időszakban, mint a pandémia, az emberek szeretnék a születésüktől fogva meglévő képességüket, az attraktivitásukat, a kreativitásukat kifejteni, és bizony azt mondta, hogy ha az egész lakást nem is, de egy helységet dekoráljunk át, tegyük aktuálissá az interiőrt, és ezt megint nem lehet festékek felhasználása és festék nélkül megvalósítani. Tehát én azt hiszem, hogy volt egy ilyen, szeretnék kitörni ebből a stresszes karanténból, és valamit alkotni szeretnék, valami rendkívülit. Volt egy ilyen oka is annak, hogy ebben a szektorban ilyen szép teljesítményeket lehetett nyújtani, amit a Polyfiber 2020-ban is tükröz, hiszen közel 10%-a növeltük a forgalmunkat. Említette, hogy most megfigyelhető egy visszarendeződés a felújítási kedv tekintetében. Az önök részéről ez mit kíván meg, milyen stratégiát, melyek lesznek a következő lépések a jövőben? A Polyfiberben nem teheti meg, hogy ha a piac minimálisan is visszarendeződik, az ő rá jellemző, mármint a Polyfiberra jellemző kreativitást, aktivitást, itt mind kereskedelmi, mind marketing, mind pedig fejlesztési aktivitásra gondolok, hogy ezt visszafogja. Következésképpen soha ennyi változása a Polyfiber életét nem jellemezte, mint ebbe az évbe. Megújítjuk a logisztikánkat. A logisztikán belül például kialakításra kerül egy olyan online platform, ahol a megrendelőink percről percre nyomon követhetik, hogy a megrendelt áruja
a raktárban, tehát a polifárbe raktárában való összekészítéstől kezdve az autóra rakáson keresztül, és az autón való, terautón való utazáson át, hogy melyik fázisban jár, és mikor érkezik meg hozzá. Tehát ilyen fejlesztések, és ezen kívül termékfejlesztések zajlanak, és kereskedelmi és marketing fejlesztések, amelyek mind-mind nagyon előremutatók és attraktívak. Következésképpen hiába szűkül egy kicsit a DIY piac, mi nem tehetjük meg azt, hogy a piacba fektetett fejlesztéseinket visszafogjuk. Ez már a 2008-as esztendőben is, illetve 2008-9-ben a nagy gazdasági válság idején is bizonyította, hogyha az ember fejleszt, átalakít, reformál, az nagyon rövid idő alatt kamatostól megtérül. Mi most ezt tesszük úgy, hogy igazából válság még nincs is. Hát én nagyon sok sikert kívánok a terveikhez, és köszönjük szépen, hogy itt volt. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Együttműködési megállapodást kötött a Neumann János Egyetem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, amelynek köszönhetően a hallgatók nem csak karrierjükben lehetnek sikeresebbek, de közvetlen hasznát is láthatják kutatómunkájuknak úgy, hogy közben az egyetem szellemi tőkéje is gyarapszik. 80 tőkor alberkenyét ültettek el a Kikfor Kft. Munkatársai homokbányán. A növények nagyban hozzájárulnak majd a zöld városképhez, mivel 2-4 méter magasra is megnőhetnek. Átadták a Zöld Kupa iskolai versenydíjait a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A szervezők játékos feladatokkal szerették volna felhívni a gyerekek figyelmét a klímaváltozás és a környezettudatos életmód fontosságára. Eredményes évet zárt a Polifarbe vegyipari Kft. A bócsai festékgyártó cég folyamatosan erősíti pozícióját a piacon. A vállalat 2020-ban 10%-kal növelte árbevételét, üzemi eredménye és adózott profitja pedig 2,5-szeresére nőtt. Az elmúlt héten az MVM Démász áramhálózati Kft. Szolgáltatási területén megdőlt a csúcsfogyasztás. Először június 21-én 812 megawatt napi teljesítménnyel, a két évvel ezelőtti rekordot döntöttük meg, majd június 24-én még ezt is mintegy 5%-kal felülmúlta a rendszerterhelés. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Mára köszönöm figyelmüket, nagyon szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!